Hello mindenkinek, mi a Bálaszolám írásaiból olvasunk, bevezet a Tízfira tanulmányához, mondják az oldalszámot, hogy melyik könyvben, tehát a Kabbala Tanulók című könyvben, mondják héberül a számát, hogy hol olvasnak, tehát kérdéseket lehet föltenni a lecke során, és a kiválasztott kérdéseket kisugározik Rav. Ideáig. Az utolsó pontban mi, amit tanultunk, az utolsó téma, amit tanultunk, az a teremtő elrejtőzése volt előlünk, és ez az elrejtőzés adja meg nekünk a feltárulási eredményeket teljes egészében, és ez pedig a hasonlóságunk alapján történik meg vele, ez ő formájával, abban a mértékben, amilyen mértékben az ő minősége a teremtővel való hasonlóság felé mutat, csak ez változik valójában, semmi más. Azaz, az embernek a minőségei, amelyet kap, amely, tehát a dupla elrejtés és az egyszerű elrejtésben jelenik meg, és az embernek, hogy az ember adakozó tudja lenni, az a teremtő tulajdonságait birtokolja, és hogy feltáruljon a teremtő valamilyen módon először a jutalom és a büntetés, és utána pedig a feltétlenül ki szeretetben jelenje meg. Tehát van az egyszeres feltárulás és a kettős feltárulás, tehát, és ilyen módon négy darab állapota van ennek a teremtő irányából, tehát ahogy a teremtő és az ember együtt működik a spetös munkával. Tehát ahogy én korrigálom magam, nyilvánvalóan vannak azonban olyan emberek, és akiknek nincs meg ez az irányultság, nincs meg semmilyen érzékelésük, ami a teremtőre vonatkozik, hogy fel van tárulva, vagy el van rejtve. Ők olyanok, mint az állatok, mint a bestiák, abszolút nem érzik az ízét, nem érzik a nem érzékelést, nem jelenik, nem nincs kapcsolatuk, nincs érzékelésük a felső világgal. Valóban ilyen módon csak egy irányultság van a teremtő felé. Ezért a teljes munkájuk a kettős elrejtésből kezdődik, és ebből halad előre az ember a kettős elrejtésből a kettős feltárulásba, és először az egyszeres feltárulásba, aztán a dupla feltárulásba. Az feltárulás és az elrejtés az a teremtő arcára vonatkozik, ami mindig jó, ha az arcét mutatja felénk, őnek az arcáról lehet fölismerni, hogy jó, tehát ő az, aki jó és jó cselekvő, és ez az, amit az ember nem tud megérteni, felfogni, csak olyan mértékben, amilyen mértékben korrigálja az ember magát, tehát ez olyan, mintha teremtőt egyfajta üvegbe raknánk, és ha az üveg koszos, akkor a folyadéknak a minőségén nem látszanak. Tehát az embernek föl kell ismerni az adakozás, jó, és meg is kell valósítani, és akkor a teremtő az, aki feltárja magát az ember edényeiben, abban a mértékben, annak a mértékben megfelelően, milyen mértékben az ember korrigálja magát. A teremtő az önmagát ugyanabban a mértékben tárja föl, és akkor az ember megértheti, hogy a teremtő jó, amilyen mértékben feltárul benne ez a jóság. Tehát nem tudjuk úgy föltárni a teremtőt, hogy azt látjuk, hogy a teremtő rossz. Ez az, ahogy mi előre haladunk, ami azt jelenti, hogy a mi teljes előrehaladásunk az kizárólag a minőségek korrekciójáról szól, ami az emberben megnyilvánul, és nem csak a teremtő el van rejtve, vagy nincs rejtve, és ilyen módon tárja föl magát a teremtőt. Tehát az ember az, aki feltárja a teremtőt a korrigálatlan minőségeiben, és amikor ő korrigálja a minőségeit, akkor feltárja a teremtőt önmagának. Ez ennyi. Tehát nekünk... Tehát nekünk érzékelni kell, hogy a szenvedés, a fájdalomnak az érzékelése, és a sérülés érzékelése, és a jutalom érzékelése, azok ugyanazon a módon működnek. Tehát, hogy jelennek ezek meg, hogyan lehet ezt érezni, kizárólag az edény szempontjából jelennek meg ezek, tehát az ember így van korrigálva, korrigálja az edényeit, és
és nyilván amennyire korrigálta az edényeit, a teremtőnek az érzékelése az ennek megfelelően lesz jó, hiszen nem lehet más, hiszen az, akit feltárunk, az jó cselekvő. És ilyen módon ezt mi négy fázison keresztül ismerjük meg, amely a teremtő feltárásának a négy fázisa, és ez az edény korrekciójával asana felel meg. Akkor menjünk tovább. Na, bocsánat. Tehát azonban a bajok és a kínok egy nagy mértékben összeadódnak, és ezek kettős elrejtésként jelennek meg, ahol amit a könyvek úgy neveznek, hogy elrejtés az elrejtésen belül. Ez azt jelenti, hogyha még a hátát is láthatjuk, mert bocsánat, még a hátát sem láthatjuk a teremtőnek, azaz nem tudunk hinni abban, hogy a, még abban sem tudunk hinni, hogy a teremtő haragszik, és ezért megbünteti az embert. Csak úgy lehet leírni, hogy a hogy valamifajta lehetőség, vagy a természet egyszerűen, sorsszerűen a teremtőnek a sorsszerűségét jutalom és büntetés formájában zúdítja az embere. Ez annak a jelentése, mondja Rav, amikor el van rejtve az arcom, és akkor ti más isteneket fogtok elkezdeni imádni, mondja Rav. Ugye ez le van írva. Tehát, és akkor ezek az emberek ugye elfordulnak, és bálványimádókká válnak. Más szavakkal, hogyha az ember tehát, hogyha az ember a fájdalom problémák és egyéb problémák érzékelésén keresztül nem tud körül átlépni ezeken a saját erejével, csak a környezet segítségével, és tény, hogy a teremtő jó, mert csak a jó, mert a teremtőtől csak jó tud jönni, hiszen ő jóságos, ez az ő alaptermészete, és nincsen másfajta oka annak, ami történik, tehát az embernek az egyetlen oka, hogy gonoszt érzünk, az csak azért van, mert nincsenek meg hozzá az edényeink, tehát ez az oka, az egyetlen oka, hogy ezt érezzük, a teremtő valójában az kizárólag jó és jóságos, jó cselekvő, és semmilyen ilyen jellegű negativitás nincs benne. A teremtőben csak és kizárólag az emberrel szemben egy ilyenfajta dolog van, és hogyha az ember nem is érti pontosan, hogy ki a jó és jó cselekvő, és hogyan mérik az adakozást, ilyen módon kell elérnie az embernek a saját állapotát, és ez pedig felül van elrendezve így a lehetőség, hogy a képességek, a környezet, olyan mértékben, hogyha nincs korrigálva ez, amire szükség van, akkor mivel minden egy nagyon pontos módon van mérve, megegyezésben az embernek a képességeivel. Ebben a mértékben érezheti az elrejtés, és ez az, amit meg kell, hogy értsünk, ezt a fajta fogalmat, hogy mit jelent a kettős elrejtés. Azaz hiányunk van abból a vizsgálati lehetőségből akkor, hogy a teremtőt vizsgáljuk. Hiány van a korrekcióból, és ez a negatív érzés, ami így megjelenik, ez valóban ez hívja a teremtőt, hogy jelenjen meg, és az érzékelés az ennek az eredménye lesz, a leválasztásnak lesz az eredménye, hogy az ember valóban leválasztódik, és az embernek mivé kell válnia, tehát az embernek nincsen ereje, hogy felismerje, tehát olyan, mint a mi világunkban. Tehát, hogy az ember nem ismeri fel, hogy beteg is, azért kezelni sem képes a betegséget. Tehát az ember egyszerűen szembesül a problémával, és ennyi. Ezért meg kell, hogy értsük, hogy a teremtőnek az érzékelése az csak, tehát csak a leválasztódás érzékelődik, és semmilyen kapcsolatban nem vagyunk egymással a kettős elrejtésben, és ezt a fajta leválasztódást, ez nagyon fájdalmasan érinti az embert, mert az én minőségem, bocsánat, nem lesz azonos a teremtővel, nem is irányul a teremtőre, és akkor ez engem beteggé tesz, és akkor nekünk hálásnak kell lennünk a gonoszért, mivel ez biztosítja a számunkra, hogy
érezzük a nehézségét a problémáknak, amelyek éppen nekünk vannak szegezve, és ez adja meg nekünk a jelzését annak a mérési lehetőségnek, hogy hogyan lehettek én ellentétes. A teremtőnek ez világos? Akkor miért érezzük meg a gonoszt? Mit a dolog lényege? Az, hogy megértsük, azt, hogy a gonosznak az érzékelése, tehát hogyha én érzem a gonoszt, mondja Rav, az valami rossz dolog történik vele. Tehát akkor nem tudom én azt mondani, hogy ezt, hogy a korrekció miatt történt ez, a közösségi korrekció miatt. Tehát ha én érzek gonoszt, akkor azt kell, éreznem kell, mert ez az valamit, mert ez mást indikál nekem, más érez nekem, nem csak hogy az elrejtést, hanem azt is, hogy az én edényeim milyen állapotban vannak. Mivel én nem vagyok képes érezni pontosan, hogy hol van a rendszerrel a kapcsolatom. És ezért ezt elrejtésnek nevezzük, de sokszor mondják az emberek, hogy ez történt velem, az történt velem. De mi az, amit igazán korrigálni kell? És ez az, amit korrigálni kell. Tehát általánosságban is ez a kérdéshez kapcsolódhatunk. És hogyha jó felé akarunk haladni, az adakozás felé akarunk haladni, a teremtő felé akarunk haladni, akkor szeretetre, emberekre, és hűségre van szükségünk, lelkesedésre az emberek irányába. És ahogy ezt mi mondjuk a mi terjesztési kis könyvecskéinkben, mert mit is állítunk mi a terjesztésünkben az embereknek, hogy mi elrejtésben vagyunk, mi azért szenvedünk, mert a teremtő feltárolása az csak akkor történhet meg, hogyha mi összekapcsolódunk, ha őért dolgozunk, ha neki szolgálunk, hogyha adakozásban vagyunk, ha egységben vagyunk. Tehát lehet, hogy még a szeretethez is, a szeretetre is hivatkozhatunk, hogyha eljutnánk az igazi szeretethez, akkor a teremtő feltárása közelebb állna hozzánk. És emiatt az összes baj, az összes probléma, ami körülvesz bennünket, azt annak a megújítását, a megújulását jutalomnak érezzük. És hát ez a terjesztésnek is a lényege. Azt kell, hogy mondjuk az embereknek, hogy jutalmat kaphatunk, ez világos, nem? Tehát az egyszeres feltárulás megtörténhet, ha összekapcsolódunk. Még egyszer olvasd ezt el? Azonban, amikor a bajok és a kínok összeadódnak egy nagy mértékben, ezek kettős elrejtést okoznak, amelyeket a könyvben úgy neveznek, hogy elrejtés az elrejtésen belül. Ez azt jelenti, hogy még a hátulját sem látjuk a teremtőnek, azaz nem tudunk hinni a teremtőben, és nem tudunk hinni a teremtőben, és abban sem, hogy a teremtő mérges az emberre, és megbünteti az embert, hanem ezt inkább úgy lehet leírni, egyszerűen a véletlen, vagy a természet válik az ő gondviselésének a helyén, és jutalomban vagy büntetésben jelenik meg. És ez a jelentése annak a versnek, hogy én elrejtem az arcomat előletek, és akkor ők más istenek felé fognak fordulni, és ők bálványimádókká válnak. Más szavakkal mondja Rav, a probléma és a szenvedés az összezavarja az embert, és olyan mértékben zavarja össze, hogy az érzéseinket valóban leválasztja az igazi forrásról és az igazi okokról, és a nem korrigált részeinkkel keresztül kezdjük el érzékelni a világokat. De mi vagyunk azok, akik igazából elrejtjük őt magunk elől, azáltal, hogy nem akarunk bizonyos minőségünkben hasonlóvá válni hozzá. És ez az igazi leválasztódás oka. Például, tehát nekem ma 20%-kal hasonlóvá kell válnom a teremtőhöz, és a 7%-ban vagyok mondjuk hasonló a teremtőhöz. És ez a 30% külön, vagy 13%, ami nincs még korrigálva, ez elrejti a teremtőt, ez egyszerűen nem teszi lehető, hogy érzékeljem, mivel a teremtő kizárólag abban rejtőzik el, amiben én le vagyok válaszva róla.
Tehát még nem vagyok ott, hogy ezt ebben is érzékeljem. Tehát például egy gyerek, aki negyedikes, ha egyszer megbukik, ugye neki megvannak a negyedikes standardjai, és akkor ugye vannak gyerekek, akik messzebb vannak ettől, van, aki lusta, van, aki fanatikusabb, és akkor mindenki a maga tudásának megfelelően. Tehát én vagyok az, aki elrejtett a teremtőt. Tehát aki megbukik, nyilvánvalóan a negyedikes gyerek, annak egy csomó dolog nincs elrejtve, van a negyedikből. És ugyanígy igaz ez. Tehát mégis van egy rendszer, és ebben a rendszerben működik mindaz, amiről beszélünk. És nyilvánvalóan ez nagy kérdés, hogy az embernek a világban hogy jelenik mindez meg. Tehát nyilvánvalóan, amennyiben a világot én képes vagyok az érdemei szerint megítélni, abban a mértékben vagyok képes egyébként helyesen látni a világban a teremtőt. Tehát ez az, ami a teremtő munkájával kapcsolatos. És az ember így megy át a jó állapotokon és a rossz állapotokon, és az ember ilyen módon aggódik a rossz állapotok felől, és örül a jó állapotoknak, de ez mégis mind az előrehaladását szolgálja az embernek. Tehát nekünk valóban gondoskodni a világról, ez amit nekünk meg kell tennünk a terjesztés során, és ezt nekünk a szeretetet kell kifejezni. Tehát bármit, amit megteszünk, ugye ez nyilvánvalóan, ha lismában tudjuk tenni, akkor ezt óriási előnyt hoz nekünk is a fejlődésben. Tehát maga cselekedet, az egy kifejeződés, mégpedig a mi jó hozzáállásunknak a kifejeződése az emberek irányába. És ez a lényeg, mi más tudnánk itt még hozzátenni? Tehát itt két dologról van szó. Nekem van egyszer a feltárulásom, van a szívben lévő pont, és akkor ez született bennem, vagy az született bennem, ez a fénnyel arányban született, és ilyen módon, ez egy elérés az én számomra, mivel a gonosz hajlam az mindig növekszik bennem, én mindig fejlesztem ezt magamba, tehát nekem ezt ki kell terjesztenem a gonosz hajlamnak, a növekedésnek megfelelően a jobb vonalamat, tehát ilyen módon jutok el majd a sores alef-beta állomásokon keresztül az egyszeres elrejtésnek a feltárásába, és ilyen módon jutok utána majd a gimel daletbe, és akkor a dalet az a kettős feltárlás is. Tehát a kettős elrejtést egyébként az valóban hatalmas szenvedésnek éljük meg, de nekünk tudnunk kell, hogy a teremtő nekem teremtővel kell kapcsolatban lennem, és így kell adakoznunk, és a kettős elrejtésnek a végén van egy teljes leválasztottság, tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy ez fölülről van így kormányozva, és akkor én képes vagyok az összes forrást, és az összes hithű forrást erre irányozni, hogy a teremtőnek tulajdonítani, és nyilván itt van valami teljesen más az univerzumban, ami teljesen megváltoztatja ezt az evilági életemet. Tehát amikor pedig bárványimádó vagyok, akkor nincs az, hogy nincs más rajta kívül, más forrásokban is elkezdek hinni, az én állapotomat szerintem más erők is befolyásolják ebben a világban. Itt azt mondja Baha Szulám, hogy a Oren Levi. Tehát mit jelent az, hogy a természetet és a véletlent helyettesíti be az ember az Istennel? Hát ez az, hogy rámúlik a vulkán, vagy a cunami, és akkor én azt mondom, hogy itt tulajdonképpen ez a véletlen volt, vagy a természet csapott oda nekem. Vagy egyszerűen csak a lehetőség, megtörtént, az kész. Egyszerűen. Na de nincs ilyen, hát ezt mi tudjuk, de az ember akkor, mikor a kettős elrejtés van az Isten, akkor nem látja ezt, hogy minden felülről lett eltervezve. Tehát legyen az jó, vagy legyen az rossz az én számomra. Nyilvánvalóan az mindig az edényeimnek megfelelően érzékelem, hogy jó vagy rossz valami. Azonban, hogy mi a
tehát amikor jót érzek, jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, akkor nyilván közelebb vagyok. Tehát ez az, amit az embernek állandóan számítania kell, hogy számításra kell vennie, hogy mi az alapja, mik a szabályok annak, hogy annak, hogy a teremtőt hogyan érzékel, és nyilvánvalóan a bíró mindig csak azt láthatja, amit a szeme képes látni, ahogy ezt tanuljuk. Hát a teremtő ugye jó és jóságos, mi ezt tudjuk, és adakozó, és nekem nyilvánvalóan adakozni kell a teremtő irányába, és nekem arra is szükségem van, hogy nekem a saját adakozásomat kell abszolút áttennem, és akkor el kell érni azt a szintet, és amíg nem értem el ezt a szintet, akkor elrejtésben vagyok. El van rejtve az ő minősége, aki jó és jóságos, és ennek eredményeképpen nekem vannak hiányzó minőségeim. Hát, hogy az ember nem hiszi, hogy a teremtő bünteti meg ezt. Ugye, amikor kettős elrejtésben van rav, hát az tehát mi most arról az emberről beszélünk, ugye, aki feltárotta már a teremtővel való viszonyát, mivel a feltárulás az gyakorlatilag azt is jelenti ám, hogy milyen messze vagyunk a teremtőtől, és még az elrejtésben is nekem tudnom kell, hogy a teremtő az, aki elbújt előlem, tehát tudom, hogy létezik a teremtő. Tehát, és nyilván ez az elrejtés csak akkor lehetséges, hogy tudok a teremtő létezéséről. Tehát nekem tudnom kell, hogy rejtőzött el előlem. Mit jelent az, hogy haragjában büntetett meg engem? Úgy tűnik, mondja Rav, mintha a teremtő mérges lenne, és haragjában büntetett meg. Ez egyszeres elrejtés? Kérdezi Orem. Rav. Igen. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy elrejtés. A teremtő el van rejtve az érzékek elől. És tehát egyrészt azt érzem, hogy tehát azt érzem, hogy elbújt előlem, mert mérges. Tehát egyrészt nem érzékelem őt közvetlenül, másrészt meg haragot tulajdonít neki. Tehát ez lehet egyszeres vagy kétszeres elrejtés. És meg kell értenem, hogy az elrejtés, tehát ennek egy részeként meg kell értenem, hogy én egy részét meg tudom vizsgálni, és meg tudom érteni, hogy nekem meg kell értenem, hogy miért érzem, hogy ő mérges rám. Tehát, hogy ez hogy néz ki az én vágyaimnak? Az én vágyaim, ha az elég nagy, egy bizonyos szinten, tehát, hogy és abban a mértékben, ami a mértékben a teremtőt érzékeljük, ez jelenti azt, hogy egy kettős elrejtésben van, mert az elrejtés alapján én fel tudom tárni, hogy ő az oka mindennek, és akkor mi az okozat, ugye ezt értelmeznünk kell, tehát hogy és akkor itt egy számítás jelenik meg, hogy milyen fajta mértékben tudok én kiterjedni. Jó, tehát akkor én valami rosszat csináltam, és akkor megbüntetett, ugye ezt érzem, hogy arra elevi. Igen, de ugyanakkor azt is meg kell érteni, többé-kevésbé, hogy abban a mértékben, amilyen mértékben te helyes formában, vagy helytelen formában létezel, ez veled is ugyanígy történik, tehát elkezded sajnálni, hogy a teremtő elrejtőzött előled, elkezded magad is sajnálni. Ez elrejtés. De aztán hirtelen elkezdesz emlékezni, hogy mindent a teremtő csinál, ő jó és jó cselekvő, és akkor mégis előre akarok haladni a teremtővel a kapcsolat újra megtalálásával, újra viszonyba akarok vele kerülni, és akkor ez már egy kicsit feltárulássá válik.
Tehát, és akkor tudni, nem csak az történt, hogy meg akart engem műtetni, tehát előre akart engem hajtani, tehát innentől előre akart engem mozdítani, tehát innentől kezdve nekem nyilvánvalóan azt is figyelmeztet, arra is figyelmeztet, hogy a jövőre gondoljak, és ne gondoljak a múra. Tehát múltra, és minden egyes vizsgálatot így kell elvégezni. Hogyha visszajönünk a szöveghez, mondja Orem. Tehát nyilvánvalóan, amikor visszatérek a feltáruláshoz, akkor nem hiszek abban, hogy a teremtő megbüntet engem. Tehát ez az a terület, mondja Orem. Tehát hogy először hiszek abban, hogy a teremtő büntetett meg, aztán meg hiszek abban, hogy nem büntet meg, mert ő jó. Tehát hol van az a terület, ahol ezt elveszítem ezt a hitemet, hogy tulajdonképpen ő mérges rám? Nem, mondja Rav, ez nem így működik. Ez az élet, ezek tények, hogy az ember így éli meg. Tehát nem nincs az, hogy nekem így kell éreznem. De egyszerűen csak érzed. De akkor miért mérges? Miért érzem? Azért, mert úgy érzed, hogy mérges, mondja Rav. Nyilván ez egy érzés benned, ezt nem írja előket senki, hogy így érez. Ez nem egy állapot, amihez tartozik egy előírt érzés. Tehát meg kell értened, hogy te úgy érzed, mintha mérges lenne. Ez nyilván a korrekciót hiánya miatt van. Tehát neked arra kell irányulnod, hogy fogod tudni ezt rövidre zárni. És ezt nevezzük elrejtésnek. Mit jelent az a szó, hogy mérges? Hogy ő jó és jóságos? Mi arról az emberről beszélünk, aki feltárja ezt a viszonyt, és ahogy ő érzi magát, tehát ő érzi ezt a minőséget, hogy a teremtő mérges. Tehát ez az, amikor valaki egy gyerek az mondja, hogy az anya rossz. Ez ugyanezt érzed a teremtőre. Láthatjuk ezt a világban is, a gyerekek megélik ezt a szüleikkel. Andrej kérdezi, nem tudom honnan, tehát nincsen lehetőségünk arra, hogy korrigáljuk meg a minőségünket. Tehát ha mindenre megvan a határozat, akkor hogy fogom ezt korrigálni? Nem, ez nem igaz. Tehát nyilván te nem tudsz magadtól tenni egy lépést, tehát magadat hozzá kell igazítanod ez a feladathoz, és ha nem megfelelően tetted ezt meg, akkor nem tudsz előadni. Tehát az azt jelenti, hogy te egy bizonyos minőségedet különösen korrigálod, mert te nem vagy előrefele haladni, hogyha nem korrigálsz semmit, és nem korrigálod, akkor ugye akkor nem tudunk a cél felé menni. Oké, tehát akkor azt kérlek felkezni, tehát hogyan kell helyesen látnunk ezt, tehát hogyan kell hajaznunk, hogyan kell helyes módon használnunk az elrejtést, egyszerűen fel kell tárni. Tehát itt ez a bevezető megmutat neki mindent elmagyaráz, menjünk tovább benne. Rójakokkal kérdez. Lehetséges megvalósítani a teremtőt? Nem, lehetséges a korrekciót megvalósítani úgy, hogy a teremtő nem rejtőzik el? Nem lehetséges, mondja. Tehát ez a leválasztottságot muszáj megélni, az, hogy a összekapcsolódás megértsd. Tehát a kettős elrejtés, egyszeres elrejtés, első feltárulás, második feltárulás, nyugtalom és büntetés, és aztán a végtelen szeretet. Ez a dolognak a sorrendje. Az első válasz, mondja Rav, hogy eljutsz a büntetésre jutalomhoz, a másik pedig a végtelen szeretet. Hogyan tárulhat fel a teremtő az én edényeimben, hogyha én nem megyek át ezen a négy fázison a saját edényeimbe? Tehát az elrejtési fázisokban nyilvánvalóan a feltárulás, az arc feltárása így történik meg, tehát van az edény és a fény, és így tárul fel a jó és jóságos teremtő végezetül. Tehát az elrejtés az a jövőbeli feltárás edényében történik? Persze, természetesen mondja Rav. Tehát nagyon sok példát tudok erre mondani, a tudósok pontosan ugye ezt csinálják. Tehát nyilvánvalóan itt elő kell készíteni bizonyos dolgot. Tehát van itt egy allegória, amit meg kell érteni, egy hasonlat, hogy tehát ugye emlékeztek arra, hogy a gravitációt az almával értette meg Newton.
Na de miért nem fedezte föl minden ember, aki almát teszik a gravitációt? Mert nem volt felkészülve az edénye arra, hogy ebből a hasonlatból megértse a gravitáció működését. Oké, tehát mit jelent az, hogy mi használjuk az elrejtés, mint edény? Az elrejtés önmagában egy felkészülés az edénynek, ez egy állapot az edénynek, amelyben én kutatást végzek. Mit kutatok, és miért kutatom? Mit jelent az elrejtés, a egyszeres meg a kétszeres? Nekem őt keresem, aki jó és jóságos az adakozáson belül. Én nem akarok semmit föltárni, semmilyen képet, Isten mentsen, amit az emberek gondolnak. Tehát én várok az adakozás minőségére, amely feltárul majd bennem. És ilyen módon az elrejtés az azt jelenti, hogy én feltárom, hogy én elrejtésben vagyok. Tehát itt ellentétes dolgok is vannak, és ezért szükségszerű feltárni mindent, mert ami feltárul, a teremtő feltárulásáról van szó. Ő az, aki jelen van a világban, tehát mindenek előtt nekem föl kell tárni, hogy az adakozásnak a minőség, ami a teremtő, nyilván ez a teremtés, az általános minősége, ez valóban így létezik, és csak én nem tudom először föltárni, hogy ő jó és jóságos, és hogy az egész világot rajta keresztül érezhetem, hogy ő az egész világban megnyilvánul, és engem csak a jó felé, csak jó irányba visz engem, és ő is csak jól irányul hozzám, tehát a jóság szerint irányul hozzám. Ez mind el van előlem rejtve, és sőt, több cselekedete is el van rejtve, azok a cselekedetek, amik szintén jók, és nekem éreznem kell a szándékát, hogy ő minden, és nekem fel kell tárnom őt, hogy ő az, aki kitölt engem, ő az, aki érez engem, és minden egyes részletében megjelenik egy jelenlét érzése, hogy ő jelen van, és hogy ő megteremt valamit. És az, hogy én érzem őt, nyilván ezt nevezzük elrejtésnek, és az elrejtés, és én keresztül kezdem én elkutatni ezt a fajta elrejtett teremtőt, és ezen a módon haladok előre az edények letisztázása felé. Tehát, mi az, ami feltárulásra tekinthető az ember irányába? Hát mindenek előtt az elrejtésnek a megszűnését nevezzük feltárulásnak. Tehát ugye minden dolog egy feltárulás tulajdonképpen. Majd pedig az a tény, hogy az elrejtés az aktív bennem, az csak azért van, hogy feltáruljon a feltárulásra irányuló hiány, és miután ezt a hiányt én megtalálom, akkor jött maga a feltárulás. Tehát nekem meg kell értenem, hogy a fény sugára a sötétben, az kizárólag nekem van küldve, de az kell a mérhetetlen sötét, hogy egyáltalán lássam ezt a sugarat. Tehát meg kell, hogy értsem, hogy tehát nekem minden meg kell tennem, hogy el tudjam hagyni ezt a sötétet, és az egyetlen erőfeszítés, amit meg tudok tenni, az, hogy elhagyjam a sötétséget, ez pedig az, hogy én megpróbálok mindent megtenni, amit csak tudok, annak érdekében, hogy elfogadjam az adakozás minőségét, és ezt nevezzük fénynek és feltárulásnak. A kilépés a feltárulásba, az bennem zajlik, és engem az adakozás felé, az adakozás értéke felé nyom. Tehát nyilvánvalóan bennem kialakul egy új edény, egy irányságú edény, és ezért ott elnyerem a feltárulását is, és ez az, ahol a teremtőt érezhetem, ez az, amikor a korrekcióról beszélünk, tulajdonképpen ez az edény korrekciója. Igen. Amit most ön leírt, ez egy eredmény, nem? Amihez el kell jutnom.
Oké. Tehát neked milyen eszközeid vannak? Van a csoport, a terjesztés, a tanár, mindened megvan. Oké, tehát akkor meg kell jutnom egy ilyen állapotból, érzem, hogy jó és jóságos. Azt, hogy ő jó és jóságos, és hogy ő tulajdonképpen adakozó, és befolyásol engem, az a minőségén keresztül, és ilyen módon kapok belőle örömet, tehát én nekem ki kell rúgnom a gonosz hajlamot, ahol minden jó, tehát Egyiptomban ugye minden jó, azonban jól érzük magunkat, azonban ezt a jóságot, ezt úgy fogjuk, mint abszolút gonoszt. Hiszen ezek az adakozás edényében, ha akarok érezni, és akkor én nem akarok semmit, csak adakozni. Ha ezen keresztül nézek, akkor minden gonosznak látom, ami megszerző. Megértettem én azt, hogy mit jelent az, hogy mit jelent az, hogy én megértettem én azt, hogy mit jelent korrigálni egy megszerzés adakozását? Az, hogy a reformáló fény, a te egyetértésed, neki azért neked egyet kell értened, hiszen nincsen a erőltetés a spültetásba, kényszer, tehát a te vágyadnak megfelelően te elkezdesz a teremtő felé törekedni, és azt kéred a teremtőtől, hogy tárja föl magát minden a korrekcióhoz. És nem csak azért akarsz adakozó lenni, mert te szenvedsz, valamit hiányzik, és nem ebben a világban vagy a következőben, hogy jól akarod magad érezni, hanem azért, mert ezt a minőséget elfogadod, mert ez egy belső tökéletesség, ez a teremtésnek a tökéletessége és a teremtőnek a tökéletessége. Amilyen mértékben te el tudod ezt képzelni, nyilvánvalóan olyan mértékben tudsz leválni az önzésről, és hogy ide eljuss, ahhoz pedig az kell, hogy tehát, hogy te kapcsolatban legyél a tömegekkel, tehát a széles nagy közössége. Tehát ismerd az ő minőségüket, szenvedéseiket és az ő vágyaikat. Tehát, ha te szimpatizálsz a tömegekkel, az neked hatalmas előnyt hozhat ebben a munkában. Oké, tehát más szavakkal a korrekció az mindig a problémák ellenében van, tehát nekem mindig meg kell szereznem a cél fontosságát másokkal való munkában, ez jelenti a korrekciót? Nem értem, mit mondasz, mondja Rav. Tehát, ha jól érted, amit ön mondott, Rav, tehát a problémámkor érzem a szívnek a terheit, és abban a mértékben, amilyen mértékben én adakozó vagyok, és amilyen mértékben én magasztosan látom a célt, akkor tudom korrigálni az előző tereket érző edényemet. Hát nyilván a teremtő fontossága, a cél fontossága, maguk a fontosságok, ezáltal mi a célhoz kapcsolódunk. Amikor eljutsz a célhoz, még nem vagy ott, tehát te önmagadban még nem vagy ott, tehát te önmagadban még nem vagy benne ebben az új célban. És akkor a vágyaid, az erőfeszítéseid, a munkád, minden, amit te korrigáltan végzel, tehát az lehet, hogy onnan származik, de te önmagad még nem vagy ott. Tehát azért, hogy korrigáld magad 100%-ban az adakozás felé, akkor mi marad belőlem? Hiszen én mind adakozó vagyok. Hát mi az, ami tehát nyilván ez egy kifejeződése. Ehhez bocsánat, a kifejezéseim gyengék ehhez, nagyon nehéz erről beszélni. Na, Terence franciául. Tehát, amikor ön azt mondja, hogy tehát az egészet azért csinálja a teremtő, hogy közelebb kerüljek hozzá. Az ember mégiscsak fölteszi a kérdést, hogy miért történik ez velem? Azért, mert törés van benned, mondja Rav, és ezért te nem vagy képes
korrigálni az edényt magadban, az adakozás a megszerzést, és ezért van az összes rossz érzésed. Mindent a, rossz, mindent a megszerzésen keresztül nézel. Szonyoraf, tüt-tüt-tüt, egy kicsit francia után azt a srácot. Tehát, ha én ha keveset akarok enni, keresek valamit, ahol lehetek, egy falafelt, vagy egy éttermet, de ha ettem egy kicsit, akkor bennem ez annak a jele, hogy nekem korrigálnom kell az edényemet, és annak is jele, hogy van egy piciny hiányom, ami megmarad, ami majd a jövőbeli élvezet felé fog elmenni, nem zabáltam tele magam, és akkor majd néhány óra múlva eljutok megint egy helyre, ahol leszek. Tehát itt nem nagymértékű örömökről van szó, tehát a hiány az a szenvedésemen ragyog, mindig, és nyilvánvalóan mindig azt keresem, hogy úristen, hol fogok én kielégülést kapni, azért, mert a szenvedés óriási, mert nem találom a teremtőt is, ugye, az elrejtésben. És még az én hiányom se teljesen tárult föl. Tehát azt tárul föl, hogy amit nekem korrigálnom kell, amit nekem jeleznem kell, és elkerültem a célhoz. Hogyha én korrigálom, még jobban és jobban, és azt látom, hogy minden törés, ami megjelenik, az olyan, amilyen. Itt minden attól függ, hogy mennyire vagyok én, mennyire kullogok hátul, ugye a korrekcióval. Ugye egy kicsit lassú, mert először leforítják éberre. Ilyen lelkesen kérdez. Tehát ez a kép, amit magam előtt kell látnom, én nem látom a teremtőt, hogy ez, nem látom azt sem, hogy nagy. Én csak a csoporttal látom az egységemet, elérhetek egy olyan állapotot, tehát mi okozza a csoportban a hibát, amitől eltűnhet a teremtő, elrejtésbe kerülhet előlem? Hát az egység hiánya. Tehát ha te nem látod a nagy képet, nem látod a teremtő nagy képét, nem látod a rendszert, akkor neked kutatnod kell tovább, nem dőlhetsz hátra, hogy akkor majd legközelebb. Tehát nyilvánvalóban az ember magát kell, hogy rávegye arra, hogy akkor ezt a fajta munkát végezze. Nem, de hát az ember ebben az állapotban nem érzi jó magát, és megőrül, és akkor probléma van. Nekem tudatosan kell a korrekcióhoz közelítenem, mondja. Tehát nekem oda kell fordulnom a környezethez, a tanárhoz, a csoporthoz, egy szándékban kell lennünk, workshopolni kell, stb. És a nap végén én megcsinálom, amit a tanár mond, alkalmazom a tanítónak a javaslatait, és akkor én a környezetem belül teszem ezt meg természetesen, és akkor itt kapom meg a fontosságot, ez a fontosságomnak, amit a tanár mondott nekem, és akkor letisztázhatom, hogy mi történik. Lehet, hogy nem értem helyes módon a tanárt, és akkor itt nagyon sok ember van, akik tehát itt van egy csomó ember egyébként, aki teljesen ellentétesen éli meg, hogy történik, nem azt éli meg, hogy ő volt a hibás. Tehát nekünk, hogyha a teremtő eltűnik, tehát nekünk mindig a csoporton belül kell megvizsgálnunk, hogy mi történik, és hogy valóban mi az eset, ami miatt elrejtett a teremtő. Folytassuk egy kicsit. Itt van a teremtő kormányzásának az elutasítása. Ez mit jelent? Kérdezi Orell Levi.
Tehát mit jelent az, hogy eljutok ide? Az, hogy a felső gondviselést elutasítom, akkor elutasítom, hogy minden jutalom és büntetés a teremtőtől, nem? Ez egy... Hát a heretikusok azok az elutasító emberek egyébként, akik elutasítják az elvet, hogy nincs más rajta kívül. És... Tehát csak ezen kell teremtőhöz, és ez bennem van, és az ő gondviselésre megfelel alakul ki benne minden, tehát a jó és jóságos, azt jelenti, hogy minden az én előnyömre szolgál, hogy engem helyes módon a célra irányozzon, és én, nekem kell bizonyos cselekedeteket kiválasztani az úton, de engem kiválasztott az útra, és akkor helyes módon tudok előadni. Tehát én, az, hogy én heretikus vagyok, az azt jelenti, hogy én a teremtővel viszonyomban viselkedem így, tehát, hogy az egész úton, az összes állapotban elutasítok, tehát ő jó és jóságos, és ugye, hogy most ezen az úton van, vagy nincs, tehát ő jó és jóságos, azt jelenti, hogy ő elrejtette már önmagát, tehát nyilvánvalóan. Tehát ő jó és jóságos, még egyszer, és én az én törésemben el van rejtve, tehát én vagyok elrejtésben, tehát nekem hinnem kell abban, hogy az egész világ feltárulásra fog kerülni. És akkor nyilvánvalóan én magam vagyok először elrejtésben, és amit én látok, az... Ugye itt van egy csomó dolog, amit az ember szemmel nem láthat, és minden hiba gyakorlatilag az ember saját hibája. A probléma pedig a mi világunkban az, hogy nekünk nincsenek példáink arra, hogy hogyan változtathatjuk meg a valóságérzékelésünket. Érzelmileg mi egy állati világban vagyunk, amiben nincsenek változások. Nincsen most megfelelő példám arra, hogy ezt elmagyarázzam. Tehát nekem meg kell változtatnom valamit. Mit jelent az, hogy én valamit megváltoztatok önmagamban, és akkor a világ megváltozik körülöttem? Mit jelent ez? Tehát menjünk egy kicsit előrébb. Mit jelent az, hogy bálványi módon ebben az esetben? Ezt már mondtam, magyarabb, hogy én... Hogy nincs felső gondviselés, nincs teremtő, nem kapcsolódik hozzám, nem érzek ebből semmit. Az bálványimádás az egy erő, amelyik működik rajtam, egyetlen erő, amelyik működik rajtam, és nagyon sok mindent neki tulajdonítok a valóságban. Tehát nem a teremtő gondviselésének, nem a teremtő szabályainak, hanem ennek az erőnek. Mivel az elrejtés... ugye az pontosan abban nyilván, hogy valamit kapok, hogy jó vagy rossz kezelést, ugye, felén fordul, és nekem ezt a hozzáállást meg kell változtatnom, tehát nekem a teremtőnek kell ezt tulajdonítanom valamilyen módon. Tehát mit jelent az, hogy jó vagy rossz hozzáállás? A jó hozzáállás... Tehát mindig a jó hozzáállás visz engem a megfelelő hozzáállás a cél irányába, még a kellemetlen is. A rossz hozzáállás, az pedig az van a megszerzés, amilyen a megszerzés maga. Azonban az elrejtésben, amikor azt érzem, hogy rossz hozzáálláson van a teremtőnek felém, az azt jelenti, hogy a rossz hozzáállás válik, tehát, hogy én rosszul érzem magam, amiatt, hogy kezel engem, ez csak azért van így, mert az én korrigáltan edényemben érzem a teremtőt, ahogy felén fordul. És minden egyes alkalom, amikor megpróbálom a kapcsolati pontot megtalálni a teremtővel, nyilvánvalóan a megfelelő korrigált kölcsönösségben itt kell a kölcsönös kapcsolatot megtalálni vele. Ez az, hogy hogy képesek vagyunk-e összeolvadásban lenni vele.
Tehát, hogy ezt az utat képes vagyok-e úgy felfogni, hogy a teremtő engem mindenképpen egy cél irányába vezet. Na most már, akkor menjünk már egy kicsit előrébb, mondja Rav. 50-es. Azonban ezt megelőzően, amikor az írások csak az egyszerű elrejtés irányáról beszélnek, perspektívájából, a szövegek úgy végződnek, hogy ők a nap végén azt látják, hogy nem ez a fajta... Ez nem azért ereszkedett ránk a gonoszság, mert az Isten nincs közöttünk. És ez azt jelenti, hogy itt még ezek az emberek hisznek a teremtő és a felső gondviselő utalmában és büntetésében, és azt mondják, hogy a szenvedés és a probléma az azért jön, mert nem tudnak a teremtőn csüngeni, hogy az írva van, ezek a gonoszságok azért ereszkednek rá, mert az Isten nincs közöttünk. Ez úgy tekinthető, hogy ők még valamilyen módon látják, hogy érzik a teremtőt, azonban csak a hátulját látják a teremtőnek, hátat fordított, és ezért mondjuk azt, hogy egyszeres elrejtés, és ez csak az arcnak az elrejtését jelenti. Csak az arca rejtőzik el a teremtőnek, mondja Rav. Mert a kétszeres elrejtésben a háta is el van rejtve, nem is látjuk. Tehát az akkor teljesen eltűnt előlünk. Itt akkor a teljes jósága eltűnik, a teljes bősége, az, hogy jó és jóság, az teljesen eltűnik. És nyilvánvalóan azok az edények hirtelen, amik keresztül ezek a teremtők nyilvánulnak meg, és akkor a teremtőt is törődnek látom, vagy egyáltalán nem látom. Ez azt jelenti, hogy nem érzem őt jónak, azért, mert én sem vagyok abban a helyzetben, hogy olyan edényeket tudjak megszerkeszteni, mert érzem az ő adakozását. Ezért az ő adakozás el van előlem rejtve. És akkor én, hogyha ebben a megszerző edényekben vagyok, akkor én ugye a megszorításban létezem, tehát nyilvánvalóan itt az adakozásról is kell, és a szeretetről is gondoskodni. Tehát az, hogy egy megszerző edényben tudjak lenni, az azt is jelenti, hogy a megszerző edényben szeretettel tudjak benne lenni, ez azt is jelenti, hogy nekem olyan állapotban kell lennem ezekben az edényekben, ahol a teremtőnek a hiánya ennek ellenére fel tud tűnni nekem, meg tud jelenni nekem. Tehát az én edényei, amelyek adakozásra lennének, azok most el vannak törve, újra így érzékelem, ezért a teremtőnek az arca, amelyik adakozó, az egyszerűen eltűnik. Ez világos? Ez az érzékelés majd jön. Megérzitek az életetekben. Az összetapadás, mondja a srác, tehát amikor korrigálnak van az edényt, az tehát ugye tehát tudok én sajnos ezt nem hallottam rendesen most. Tehát ettől a pillanatok kezdve, hogy ami történt tegnap, nyilvánvalóan, tehát ez nyilvánvalóan, ami tegnap történt, az ma már csak egy elmélkedés. Tehát nincsen olyan fajta dolog, hogy én a tegnapban vagyok, vagy egy elmúlt napban, mert a pillanatnyi minőségében létezel, és abban próbál meg elképzelni a tegnapot. Tehát neked állandóan ellenőrizni kell, látnod kell, hogy a pillanatnyi edényeidben abban kell érzékelni, hogy mi a jó, mi a rossz, és neked minden pillanatban ebben kell megítélned mindent. Hogyha minden az emberen belül zajlik,
és akkor jön a reformáló fény, és ő fogja a valóságérzékes megváltoztatni, és amit én érzek, mondjuk egy nagyon nehéz hozzáállás, nem vagyok tudatos, felébredt, tehát gyakorlatilag a változások nincsenek az én ellenőrzésem alatt egyáltalán, akkor hol van az én kérésemnek a helye? Hol jelenik meg az imám? Hol van a fény, ami a forrástól jön, az a kérésnek az eredményem. Tehát neked a kérés az mindenképp el kell jutni, hogy megjön a fény. És ez az ima, ez nem azért jön, mert sikoltozol, hogy jöjjön meg. Nem, ez nem így működik. Az ima az a szívben születik, azzal a feltétellel, hogy az ember cselekedeteket hajt végre, és az, ami hiányzik a cselekedetből, ahhoz kell segítséget kérnie. Tehát nekem kimegyek terjeszteni például, és minden, amit én szándékozom tenni, az nyilvánvalóan, az be kell illesztenem a saját hiányomba, és akkor elmegyünk emberekhez, én elmagyarázom neki, hogy egyesülnünk kell, hogy a megváltásod maga az egység, és így tovább. És ez a vágy, amivel ők a csoporthoz tudnak kapcsolódni, és a csoporton keresztül ez a vágy, aztán ez az a vágy, amit fölterjesztünk, hogy ezt kapcsolatban legyünk egymással, ez maga a kérés természetesen, mondja Rav. A siker az, hogy itt össze tudunk-e kapcsolódni, tehát az, hogy én hogyan tudok viszonyulni a teremtőhöz, igazán a teremtőhöz, mit jelent ez? Mert a teremtő az egy absztrakt fény. Tehát a segítségével én el akarok jutni abba az állapotba, a fény korrigálja ezt az állapotot, és akkor a fény az igazi válasz az én kérésemre. Tehát az általános fényből jön egyfajta válasz arra, az általános absztrakt fényből, amely gyakorlatilag az én adakozásra irányuló szándékomra válaszként érkezik, és ilyen módon fog engem korrigálni. Tehát ez az, ahogy mi működhetve vagyunk, tehát nekünk látni kell, hogy azok az emberek, akik egoista vágyokban vannak beágyazódva, akkor ez a cselekedet mégis, hogy valóban kérünk nekik, hirtelen megjelenik a szeretet, és hirtelen elkezdenek az egói fölé emelkedni, elkezdenek összekapcsolódni, és ez megváltoztatja még az életüket is egy pillanatra, mert egy nagyon absztrakt elképzelésből kitörve kilépnek a fény hatására, és ez a fény formálja meg ezt a cselekedetet. Tehát mi nem látjuk valójában a fényt, amit mi látunk, az az edény, és az edényben való változás, és ezt hívjuk mi fénynek, ami az edényben létrejövő változás. Tehát nyilvánvalóan ezt hívjuk kitöltésnek, és amikor ezek összeállnak, akkor beszélünk partzufról, mert egy bizonyos fajta sorrendje a betűknek, amely betűk az edények, és ilyen módon, amikor a vágyak változnak, akkor megfelelően a változásoknak mi meghatározzuk azt is, hogy a fény hogyan befolyásolja ezeket. Nem a fény magát, hiszen a fényről nem tudunk semmit, csak mi nem tudjuk, hogy mi az elektromosság, nem is tudjuk, hogy hogyan tudjuk mérni az ő befolyását. Oké, de akkor kiderül, hogy nekem meg kell határozni, hát az a világ, amiben most benne vagyok, ugye van, csak a teremtő van, ez csak a teremtő irányít mindent, tehát ezt kell először megértenem, és akkor nekem ki kell fejlesztenem, hogy megfelelő hozzáállást ad a fényhez? Igen, többé-kevésbé magyarabb. Na, 51-es pont. És most már elmagyaráztuk a két különbözetét az elrejtett gondviselésnek, és annak az érzékelésnek, amikor az emberek egyszeres elrejtés, vagy elrejtés az elrejtésben érzékelnek. Az egyszeres elrejtés az kizárólag az arc elrejtésére vonatkozik, miközben a hát az feltárulva marad az emberek számára, és ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, akik ebben az elrejtésben vannak, hisznek a teremtőben, és hisznek abban, hogy a kínokat okoz a teremtő ilyen módon, a büntetésként. És bár ez nagyon nehéz nekik, hogy mindig a teremtőt próbálják a hátuljáról felismerni, mégis ez, mert ez egyébként a hátulról nézeket a teremtőt, ez bűnbe
bűnre csábítja őket, még akkor is, hogyha ők nem teljesen bűnösök, más szavakkal a bűn azok inkább hiba, mivel ez az értelmetlenségnek és érzetlenségnek az összeadódása, azaz, mivel általánosságban is az emberek isznek a jutalomban és a büntetésben. Miről beszélünk itt? Nyilván itt resimókról beszélünk, a korrekt vágyról. Tehát ugye, amit ettünk már a tudás fájáról, ugye? Tehát amikor az edények fölemelkedtek, tehát nekünk tudni kell, hogy olyan kell ezt használni. És utána, miután ezek fölemelkedtek, ugye akkor mégiscsak elrejtés jön, tehát azért jön elrejtés kettős vagy egyszeres, mert ugye így jelenik meg a terület, és innentől kezdve annak eredményképpen, hogy elrejtésben vagyunk, hiszen én a törött edények behatása alatt vagyok, tehát mi az, amit tennem kell, tehát hogyan tudom magam felkészíteni arra, és milyen módon, hogy én megfelelően viszonyuljak ahhoz, amely föl fog tárulni. És itt van egy csomó más faktor is, tehát a törött edényekben hogyan is mi tudunk feltárni, és nagyon sok minden függ az embernek a felkészüléstől, a kapcsolattól, amit a csoportra irányulunk. Tehát nyilván, amikor van egy raktáráruház, és ezen a módon mi hogyan tudjuk használni, nyilván az először, amit befektetünk, arra kell építenünk, és ez az, amit mi kölcsönös garanciának nevezünk, és innentől kezdve ezek a barátok tulajdonképpen nekem segítenek a kölcsönös garancián keresztül, hogy én korrigálni tudjam magam. És nyilván, aki nem fektet be a csoportba ilyen alapon, az nem tudja megkötni ezt a fajta együttműködési szerződést az árvútra vonatkozóan a többiekkel, és ennek eredményeképpen, amikor zuhanásba megy, akkor nincsen lehetősége arra, hogy dolgozzon a korrigáltan edényeivel. Tehát honnan kapnak különben hozzá segítséges? Tehát még a legkisebb resimó is felemelkedik. Nyilvánvalóan ez az embert átemel egy másik szintre, és ez a korrigált resimó, ez az embert felemeli, vagy lesülyezti. Tehát honnan tudhatná az ember nyilvánvalóan, hogy a teremtő éppen milyen irányba akar elmozdulni. Tehát van az értelme, de nyilván a teremtő az változtatja az embert. Tehát mi, persze mi nyilvánvalóan az ember abban a rendszerben van, ami a rendszer érzékelését változtatja a rendszeren belül, és ezért mi úgy érzékeljük, mintha a teremtő változna. Azonban valóban, hogyha mi előre akarunk haladni, akkor az kizárólag azáltal lehetséges, hogy befektetünk a barátokba. Jó cselekedeteket hajtunk végre mindenféle módon és formában a barátokkal, hogy előre haladjunk. És amikor közelebb kerülünk ez a fajta megkülönböztetések, amiről beszélünk, akkor tehát nyilvánvalóan ki kell érdemelni azt is, hogy valaki megértse egy kabalakönyvet, ugyanúgy ki kell érdemelni azt is, hogy megértse valaki a feltárulást. Tehát nyilvánvalóan a tudattalan kezelése bizonyos dolgoknak, vagy a személyes kapcsolatok hiányának, ez felveti a kérdés, hogy mennyire tudatos a másoknak a korrekció, amikor kimegyünk terjeszteni. Azáltal, hogy ma többiek felé adakozunk, nyilvánvalóan az azt is jelenti, hogy én képes vagyok asszisztálni abban, hogy ezt hogy valósítjuk meg. És hogyha a resimó az feltárul, akkor nekünk érezni kell, hogy megtaláltuk hogy erőt kaptunk a csoporttól, és mi legalább a hátát látjuk a teremtőnek, illetve lehet, hogy kettős elrejtést érzékelünk, mert akkor még az egyszeresben látjuk a hátulját, a hátát a teremtőnek, a kétszeresben pedig az sem. Na, hol vagyunk most? 51-es pontban. Tehát az 51-es pontnál vagyunk.
Tehát itt elmagyarázza nekünk, hogyha a jutalom és a... Tehát van a jutalom meg a büntetés, az a teremtővel kapcsolat alapján bírható el. Tehát azt mondja, hogyha a teremtő... Tehát mindig a teremtővel való kapcsolat hiányzik. Tehát az ember, amikor ezt látja, vagy azt látja a teremtőhöz való viszonyában, egyszeres vagy kétszeres elrejtés, az mindig a teremtővel való kapcsolatát minősíti. Tehát 51-es, van a, ugye itt Rav újra elolvassa, tehát van az elrejtés, az egyszeres elrejtés, az elrejtés. Az egyik az az arcnak az elrejtése, a másik, amikor csak az arcban elrejtő, és a hát az feltárult marad. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember, aki ezt látja, az hiszi, hogy a szenvedés és a csapásokat a teremtőtől kapja. Ez azt is jelenti, hogy ő nem teljesen bűnös, nem a, mert itt még mondhatjuk azt, hogy a bűn az hiba, mert ez gyakorlatilag a csapások következtében, azért következben, hogy a csapások elő, jól hagyság elő az embernek. Tehát akkor most mit csináljuk? Ki akarja ezt folytatni? Ki akarja? És ki akar Zohár tanulni? Jó, akkor ezt fogjuk tanulni. Raff gyorsan csinált egy közvéleménykutatást, akkor ezt folytatjuk. Tehát a bűn... Tehát valójában, tehát mi a következőt tudjuk mondani a bűnről. Tehát milyen példát mondhatnék nektek? Tehát mondjuk a következőt mondja Rav. Tehát én éhes vagyok. Én olyan módon, hogy nem tudom, egyszerűen arra kötelez engem az éhség, hogy lopjak. És akkor, hogy mindent megtegyek, hogy ehessek. Ami csak a lehetőségem, azt megtegyem. Tehát, mint a filmekben, mert én halok, hogyha nem lopok. Tehát végső soron, egyszerűen kötelezve vagyok belül, mint egy kutya. Hogy lopjak valamit valahonnan. Nyilvánvalóan úgy, hogy lehetőleg úgy, hogy ne lássa senki, ahol elvonulok vele és megeszem. Ezt hívjuk bűnnek. Ezt a fajta lopási folyamatot. Az éhség kötelez engem, az éhség kötelez. A vágy. Mi a különbség a bűn és a hiba között? Az elrejtés, ami kötelez engem bizonyos dologra. Tehát az, hogy a bűn, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy amikor kötelező az emberek megcsinálni, az nem bűn. Muszáj. Egyszerűen olyan nyomás alatt vagy. És az... Hát nyilvánvalóan, amikor az edényt kötelezi a fény állandóan valamire, akkor nincs jó vagy rossz. Az ember az mindig a saját edényben kell, hogy felfedezzen valamit. Tehát nyilvánvalóan, amikor még nagyobb öröm jön és nyomás helyez rá, öröm lehetőség, akkor elmegy ezt lop. Tehát annak érdekében, hogy az ember képes legyen magának is valamit érezni, nyilván az az, hogy valamilyen edénye legyen valamire. Tehát így mindenki a saját edényében érzékel valamit. Tehát nyilvánvalóan ez mindenkiben megtörténik. Valamikor az ember még igazán eltövetett a hibát. De mi az ember? Az ember egy gép. Tehát az embert nem lehet úgy mérni, hogy... Tehát az embernek nyilvánvalóan kötelező van egy csomó cselekedetre, és ezek a cselekedetek, ezek a fény és az edény közötti együttműködésben alakulnak ki, és amit mérni tudunk, úgy, mint bűnt vagy hibát, azok, mivel vannak parancsolatok, nyilvánvalóan, de a parancsolatok nem mindig arra irányulnak, amit az ember csinál, tehát nyilvánvalóan az, hogy az utcáról lopok valamit, az utca egyik helyéről, és aztán megeszem, vagy valakit megölök, azért, hogy képes legyek enni, bármilyen furcsa, ez nem bűn. Tehát tehát a spiritualitásban láthatjuk majd, hogy a bűn
Mi a bűn egyébként? A bűn az mindig úgy definiálható, hogy én akarok, vagy én kötelező vagyok. Oké, de ez a teremtőtől van leábrázva, nem? Természetesen. Ezt a teremtőnek tulajdonítom. Hát persze. Hát kinek tulajdonítanám? Tehát minden, amit csinálok, az a amit velem történik, a teremtőnek... Tehát mitől függ, ami történik? Mi az, amit én csinálni tudok? Tehát van egy ugye mi az, hogy én van egy parancsolat, és akkor... Tehát hogyan lehet egy micva, egy parancsolat? Hogy néz ki? Hogy kell ezt elképzelni? Tehát mi az, hogy... Tehát mi az, amit tennünk kell, hogy a korrekcióhoz közelebb jussunk? Ugye ez a micva, ez a parancsolat. Tehát nyilván az összes vágyunk felett, ami megjelent bennem. Vannak ugye rossz vágyak, rossz resimók, negatív resimók. Mit tudok tenni? Hát ez kötelezni fog engem, hogy tedd meg. Ugye? Tehát nincs kérdés, csak válasz van. Oké, Jeruzsálemben mondja valaki, hogy én valakinek kárt kell, hogy okozzak. Ez lényegtelen, mondja arra, hogy most. Tehát, ugye nekem ezért kell az árvútra törekednem. Hát hol van a szabad akaratom? Hol nyilván meg a szabad akaratom? Mert csak egyetlen parancsolat van. Bocsánat, van egyetlen dolog, van a parancsolat, vagy a bűn. Ez a két dolog van. Az összes többi dolog, az nincs, arról nincsen ellenőrzési lehetőségem. Nem tudom, ezeket a dolgokkal viseked, hogy eldöntöm, és megteszem. Nem így működik. Tehát én csak azért tudok felelős lenni, mondja Rav, ami az én környezetemet összekapcsolja velem. Tehát ez olyan, mint egy... Tehát... Hogy olyan, mint egy horgony, amikor ugye ki vagyok horgonyozva, ezt mondta Raff példának. Tehát, hogy akármi történik, megtart engem a hullámzó tengeren is, mert hozzá vagyok horgonyozva a barátokhoz. Tehát, és ha ilyen módon tudjátok fenntartani magatokat, akkor a szívetekben és az értelmetekben vagytok horgolva, és ilyen módon az egótok, akár az egótok ellenében is elkezdtek látni, hogy az egótok az valójában az pontosan ez ellenében harcol, az ellenében, hogy ti képes legyetek a többiekkel kapcsolódni. Tehát pontosan az által, amely képes az életben bentartani az életben. Ez az, hogy ez működik. És ezért itt elmagyarázza számunkra ebben a bevezetőben, nagyon sok részleten keresztül a szabad akaratot. Ugye van egy cikke például, ami külön erre vonatkozik, és úgy magyarázza el, hogy a hétköznapi ember is megérthesse, hogy hol van az életben ezek a horgonyok, hol van a sínai, egyetlen emberként egyetlen szívekkel összekapcsolatban állnom. És hogy jut az ember addig, hogy lop, mert kötelező vágy erre. Tehát, hogy az ember valami megjelenik, akkor megjelenik. Azonban nyilvánvalóan, amikor szenvedés van, akkor nem tudunk rátenni erőfeszítéseket. Nekünk csak a kapcsolatra kell erőfeszítéseket tenni. Tehát nekünk ezt fenn kell tartani. Ez a legfontosabb dolog, hogy ezt megtegyük. A kettős elrejtés és a hétköznapi elrejtés, ez azt jelenti, hogy vagyok én képes a kapcsolati pontomat fenntartani a teremtővel, mert az árvúban tudok lenni egyetlen közös vágyban mindenkivel. Tehát nyilvánvalóan mindenki korrigált, csak én nem vagyok, ők valóban korrigáltak, és csak tudom megélni azt, hogy a teremtő erre vagy arra próbál engem a csoporton keresztül mozgatni, és amikor én belép vagyok foglaltatva, ebbe belefektetve,
befektetek ebbe, akkor ezt látom, hogy ők az én edényeim. Ezért azt Rabbi Yossi ben Kizma, az képtelen volt elhagyni a tanítványait, azért, mert egyszerűen a lelke miatt, nem a... egyszerűen azért, mert tudta, hogy az ő lelke részei ők. Gyorsan. Akkor a csoportot mindig arra kell nyomni, amire nekem igazán szüksége van? Hát, az a szöveg csak azt mondja, hogy a, most, hogy milyen erőt kapsz tőlük, vagy nem, az lényegtelen. Tehát, hogyha minden rendben az életemben, akkor nyilván kevesebb dolgot kell tőlünk kérnem. De ha például éppen túlélek egy autóbalesetet, és egy egész más dologra, és mondjuk szükségem van valami fajta vérre, vagy bármire, az nyilván megint más fajta vágyat jelent. Tehát itt nagyon sokféle kalkuláció megjelenik. Mit jelent az, hogy másfajta kalkulációk? Tehát Ray Rachel Kellből kérdezi Floridából, hogyha a mi választásunk az annyira behatárolt. Nem behatárolt, mondja, abban a pillanatban, amikor te képes vagy a helyes módon a csoport középpontjához horgonyozni magad, akkor elkezded felfedezni, hogy hogyan fogsz a eljutni a kapcsolat korrekcióig. Tehát ez az a kapcsolati pont, ahol mindent feltárulsz, ez az átmenetnek a pontja ebből a világból a következő világból. Ramat Gábor kérdezi valaki, milyen belső kapcsolat, vagy és külső kapcsolat kell ahhoz, hogy képesek legyünk ezt a fajta élethorgot megtalálni. Nekünk mind nyilván tanulunk, egy csomó dolog kell ez. Ray kérdezi a Sákertől megint, hogy ez a módszer, ahogy mi megtartjuk az árbutot, ezt valami, amit a teremtő kontrollál? Nem. Ez a szabad akarat. Mert különben tehát nyilvánvalóan a teremtő, a tóra, ugye ez mondva van, a gonosz hajmat én teremtettem, és én teremtem a tórát, amelyik korrigálni fogja ezt. Tehát egy levélben ír erről egyébként, hogy azt hiszem a 17-esben. Amir Kínából kérdezi, hogyha az ember képes a barátok között erőteljesen megjön az árvutot, és ugyanakkor megjelenik az éjség, amelyik lopásra kényszerít. Tehát ez mit jelent? Hát nyilvánvalóan, hogyha ezt tudja az ember, akkor nem lehet egyszer árvutban meg lopásban, mert nyilvánvalóan ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát előzőleg ön azt mondta, hogy ugye a megváltás az, hogy elhelyezem magam a csoportban. Persze. Hát hiszen neked látni kell, hogy te lelkeid kívül vannak rajta. Tehát már sokat beszéltünk erről. Tehát én önmagamban én csak egy pont vagyok. Egy megszerzési vágy, és az én megszerzési vágyamból adakozást kell csinálni. De ez kívül van a ponton. Tehát ez nem bennem van. Tehát ez minden, a többiekben van. És hogyha én befektetek a csoportba, akkor tulajdonképpen a saját lelkembe fektetek be, tehát nekem le kell tisztáznom ezt, tehát ezek az én edényemé válik, és akkor föltárom a teremtőt. Mi nem világos itt? Én egy tanácsot szeretnék kérni. Tehát ön azt mondta, hogy az én lényeges dolog, amivel foglalkozom a csoportban, hogy befektessek a barátaimba. Tehát hogyan kell ezt utána gyakorlatban használni? Tehát mit kell tennem? Tehát mit jelent az, hogy személy szerint befektetni? Tehát felébreszed őket, elhozod a leckére őket, veszenek egy üveg viszkit szombaton, mindenféle dolgon keresztül felébreszed őket, terjesztesz velük. Röviden, te kifejlesztesz minden lehetséges módon egy utat annak érdekében, hogy kifejtsd a kört. Itt ez több ezer ember is lehet, tehát van egy koncepció, mindjárt a kör,
ami gyakorlatilag a teremtő elérése, és annak érdekében, hogy örömet tudjunk neki okozni, ez azt jelenti, hogy tehát fel kell, hogy ébreszt bennük valamit, szavakkal, vagy szavak nélkül, de ez dolgozzon, és működjön. Mit jelent az, hogy én látom az edényeket benne? Mit jelent ez? Hát van neked bármilyen más edényed, amiben látsz bármi más, mint a többiek? Mondd már meg nekem magyarabb. Hát, tehát mi vágyak vagyunk, de az emberi szintű vágyak az összekapcsolódásunkban ragadhatók meg. Tehát ez Ádámnak a szintjei. Tehát Izrael, hol van az a vágy, hogy Izrael? Hol van ez a szintű vágy? Kizárólag az emberi lényben van benne. Hát hol máshol? Tehát bennem egy resimó tárul fel, és ezek a resimók, ezek még resimók, nem kelli meg, nem edények, ezek törött resimók. És a különbség a resimó és a törött resimó között az az, hogy a törött resimó az a törött edénynek a resimója. Tehát nekem meg kell találni a vágyat, hogy én meg tudjam valósítani a resimót, és a resimóinak a megváltoztatása az egy vágyom belül lehetséges, amely egyébként kívül van rajtam, tehát az ásványi növényi állati szinteken felül, mert ugye itt a beszélő szintnek a teteje fölötti szintről beszélünk. És nem, tehát minden, ami felébreszt engem, az csak egy bemenet, ez csak egy törött elem, mert ez csak bennem jelenik meg, de ez az elem, amikor én vagyok ébreszgetett, ez leválaszt a többiektől. Tehát nekem ezt a kicsi elemet be kell tennem a többiekbe, és az ő előnyükre használva tudok visszakapcsolni a csoporthoz. Tehát az én törött edényem az azt jelenti, hogy eljutok a csoporthoz, törött resimó, hogy eljutok a csoporthoz, dolgozom velük, és bizonyos resimóit, amit az emberek felé fordítom, és akkor nyilván a reformáló fény majd megérinti őket, ezek a külső edények, és nyilván amíg nem valósítom meg a resimót teljes egészében, addig nem jelenik meg a következő resimót. Tehát aztán lehet, hogy még töröttebb resimója. Tehát nyilván ez bonyolult elmagyarázni, hogy mi van a következő resimóval, milyen feltétel lép be az egyik resimó, mi a legmegfelelőbb feltétel, amivel a resimó belép meg kilép. Mit jelent az, hogy kérdezi Jakoka, hogy felfedezem bennük az edényeimet, tehát hogy egy törött resimó vagyok, azért, mert ők a vágy, amit korrigálni kell. Tehát nyilván az én hozzáállásomat kell korrigálni az emberek irányába. Tehát ők korrigáltak, úgy kell látni, ők már befejezték a korrekciókat. A resimó, hogy megjelenik bennem, az azt mondja nekem, hogy mintha nem lennének korrektek, hogy korrigáltak. Tehát nyilvánvalóan mindenki a saját hibának megfelelően ítéli meg, amit lát. Tehát én nyilván amilyen mértékben fogok korrigálódni, amilyen mértékben korrigálom a hozzájuk való viszonyomat, a reformáló fény által. Tehát mikor fogom őket korrigálni, ha szeretem őket. Ez viszonylag egyszerű. Hát hogy miért zavarodunk itt annyira meg? Oké, de a resimó az mindig az én valóságérzékelésemben jelenik meg. A resimó az mindig mindenféle módon így jelenik meg. Tehát nyilván a barátok irányába kell ennek irányulnia. Tehát nyilván a mi időnkben is, nyilvánvalóan, hogy a barátok felé fordulunk, nyilván mindenek előtt nekünk kell megvalósítani a resimót. Nincs más megvalósítás a resimónak, mint ez. Mi mondhatjuk, mondja Rav, igen, de most egy bizonyos helyzet van, azt kell föltárnom, és aztán valami váratlan dolog történik velem, valami boldog, valami olyan, ami nem jó, hirtelen a bank bemutatja nekem, hogy nagyon veszteséges lettem, valamit tennem kell. Tehát végső soron mondja Rav, ha helyes módon működtetitek magatokat, valóban, mint egy gép, úgy működtök, akkor utána csak egyetlen dolgot kell korrigálni, ezen túlmenően a barátokkal való kapcsolatot, és akkor a reformáló fény megjön,
és mindent elrendez. De nyilván ez nem azt jelenti, hogy ti képesek lesztek ignorálva, ignorálni az egész világot. Hanem sokkal inkább úgy kell viselkednetek a világgal, hogy minden, amit nyerességet elkönyveltek a világ oldalának megismeréséről, a barátokat tudjátok irányozni. Tehát még nem látom még az embert igazán. Mert ugye az embernek nyilván, amikor az ember kap egy másfajta feladatot, akkor békésen távozik, és utána amikor majd pedig a végén visszatér és folytatja az útját előre. Nincs ilyen dolog, ez jól hangzik, de nem így működik. Tehát, Jakoka, tehát az, hogy én befektetek az edényben, mi más kell tennem? Hogy lehet-e másképp? Tehát, hogy lehet-e másképp, mint a befektetés? Hát persze. Nauren, olvasson. Nem, mit jelent az, hogy nem teljes bűnös? A nem teljes bűnös azt jelenti, hogy nincs abban a helyzetben még, hogy igazolja a teremtőt, és az érdemei alapján ítélje meg mindent. De mit jelent az, hogy önmagától ítél meg mindenkit? Elrejtésben, van egyszeres elrejtésben. Ezért ő tökéletlen még, nem igaz ember, és azért látja így, mivel az ő edényei, azok még töröttek. És emiatt ő elrejtésben van. Azaz, magát bünteti. Magát hibáztatja. Oké, de ez azt jelenti, hogy a hiba állapotában van? Igen. Tehát nem a bűn. Na, de mi az a hiba? Hogy az ember azt mondhassa, hogy nem akar nem akar elérni a bűn állapotát, ahhoz pedig kell egy parancsolat, de a szenvedés által, a bajok által összezavarodik az ember, és ezért ez az oka annak, hogy tesz valamit. És belép a kapni akarásba, és amikor az ember kívülről belekényszerítik, akkor az hiba és nem bűn. És itt még van egy néhány dolog. A bűn tehát ideális esetben ebben az életben én végrehajtok minden, úgy hajtok végre minden cselekedet, mint az állat. Képzeljétek el, tehát én fölkelek, mindent napközben teszek, elmegyek dolgozni, hazajövök, én teszek mindent, mint egy állat, mint egy gép. Akkor a teljes befektetésem, ami e fölött van, az a felső gondviseléshez kapcsol engem. És ezáltal képes vagyok magamat másképp látni, és akkor én fogom látni, hogy ki a jó és jóságos, hogy nincs más rajta kívül, és bármi, ami történik velem, ami ez a világhoz, vagy egy másik világhoz kapcsolódik, mint egy gép, és az összes erő, az a felső gondviselésre irányul, hogy felfedezzem őt, mégpedig az edények korrekciának megfelelően. Tehát én rosszul érzem magam, és ezért nekem korrigálnom kell az edényeimet, mert valójában látnom, hogy ami történik, az jó. Tehát mindenféle irányból jön, amik jönnek hozzám csapások, beleértve az összes csapást, bankszámla problémát, tudnom kell, hogy minden a teremtőtől jön, mert ő jó és jó cselekvő, és ezek adnak az indikáció, jelzés, hogy nekem kell korrigálni magamat, az hozzáállásomat a teremtő irányába. És nyilvánvalóan, tehát amikor rossz a főnökömmel kapcsolatom, a feleségemmel, és mégis nagyon érdekes, hogy ez mind a teremtővel kapcsolatomnak az eredménye. Tehát mi a viszony akkor a bűnhöz? Rav. Nem, hát ide beszéltünk a hibáról, tehát van a hiba és a bűn. Tehát te a hibáról akarsz kérdezni? Igen. Tehát mi a hiba ebben a viszonyban? A hiba az, amikor én látom és igazolom a teremtőt, és látom, hogy én csinálom,
mivel az összes elrejtés ilyen módon érkezik hozzám. És amikor ezek az elrejtések növekednek, intenzifikálódnak, akkor tudom, hogy nekem ez, meg azt, meg amaz kell csinálnom. Tehát mondjuk úgy, hogy én nem érzem a teremtőt. Ez egy széles spektrumú dolog. Tehát gyakorlatilag nincs Isten bennem, nem vagyok kapcsolódva a teremtőhöz, még a hátuljához sem. Amikor nincs kapcsolatom a teremtő hátuljával, nyilvánvalóan, amikor ő megbüntet engem, így érzem, azért, mert én megérdemlem, mert én hibát csináltam, de nyilvánvaló, hogy ez nem igaz, mert én nem tudom felfogni, hogy mi miért történik. Miért? Talán azért, mert a teremtő ilyen módon rendezte el a viszonyát velem. Tehát, hogy lehetek képes, hogy ezt felfedezzem? Tehát a hibák, azok parancsolatokká válhatnak, hogyha ezeket megteszem, elkövetem a hibákat. Tehát ez minden attól függ, hogy hogyan viszonyulok a teremtő gondviseléséhez. Tehát, hogyha minden helyzetben úgy fordulok felé, hogy egy jó világot akarok látni, és akkor valójában azt is fogok. Fáradtak vagytok, mondja Rav. Hol vagyunk? Olvassuk az 52-est. Az elrejtés az önrejtésen belül azt jelenti, hogy még a hátulját sem látjuk a teremtőnek, az is el van rejtve előlünk. Azaz, ennek ellenében nem hisznek a jutalomban és a büntetésben, és ezek a bűncselekmények, amiket ezek elvégeznek, már bűnnek tekintetők, azért, mert, és azért ezek az emberek totális gonosznak tekintetők, azért, mert azt érzik, mint a forradalmának rebellisek, akik azt állítják, hogy a teremtő nem ellenőrzi a teremtményeit, és hogy írva van, ők más istenekhez fordulnak. Tehát itt egy nagyon kis szint van, egész addig, amíg az ember eljut abba az állapotba, tehát az egy nagyon kicsi eltérés csak, hogy hogy lehet eljutni a bálványimádáshoz a kettős elrejtésből. Tehát nyilván, mintha a teremtő abba hagyta volna azt, hogy figyel bennünket, és eljutunk ahhoz az állapothoz, hogy elkezdjük a teremtőt vádolni, és akkor utána elfeledkezünk arra, hogy a teremtőtől érkezik minden, és akkor elkezdjük mondani, hogy a törökök ilyenek, meg a Hamas ilyen, meg Irán ilyen, tehát már másokkal kezdjük el magyarázni a problémákat, és nyilvánvalóan ilyen módon befolyásol bennünket, és ez mind a teremtőtől érkezik. Az elrejtés az növekszik, intenzifikálódik, és akkor már nem a Hamaszról beszélünk, hanem a teremtőről, mert a teremtő áll minden mögött, és ez a fajta elrejtés az azt is jelenti, hogy mi hogyan működik, nyilván az, hogy én vagyok rossz, azért a Hamászon keresztül miért csapást ránk, tehát nyilván van nekünk elkérni egy olyan állapotot, hogy mi az a teremtő, hogy megértsük ezt, és mi az az ő gondviselése. És akkor belépünk a kettős elrejtésbe, tehát egészen addig, amíg el nem érjük az összes idegen forrást, ami tulajdonképpen a bálványimádás forrásai, és akkor mindenféle különböző elemek jelennek meg annak megfelelően, hogy az emberekkel most látok, hogy mit csinálnak, például a politikusok, amit csinálnak, nyilvánvalóan az ő számukra nem kérdés, hogy el van rejtve a teremtő elől. Ez a legrosszabb létező állapot, mivel ebből az állapotból nagyon nehéz a számunkra helyes módon alkalmazni mindent, hogy visszavigyen bennünket a problémák forrásaihoz, hanem valóban, ha nincs meg a helyes forrásunk, akkor hogyan tudjuk, hogy kihez kell fordulni a kéréssel. Tehát ezért a kabbala bölcsességének a terjesztése, ezért is nagyon fontos, mert minden egyetlen forrástól érkezik, és nincs más választásunk, mint ennek a forrásnak az erejét használni. Tehát nekünk ezt
Tehát csak ez tud bennünket megváltani. És megmenteni. És lehet, hogy nem ezen a szinten, de a következő szinten. Nyilván azt is látni kell, hogy nem is azért van ez az egész, hogy megmentsen bennünket, hanem azért, hogy megtanuljunk neki örömet okozni. És nyilvánvalóan akkor rögtön a terjesztésről beszélünk már. Tehát akkor kiderül, mondják a srácok, hogy az egész terjesztés az elleni van a kettős elrejtésnek. Hát persze. Hát az egyszeres elrejtés, a kétszeres elrejtés, ugye, az mit mond, honnan kapjuk a rossz dolgokat? Csak a teremtő az, ami működik rajtam és az embereken, és az én gonosz hajlamomon is, és ilyen módon nekem a gonosz hajlamot el kell mozdítani, és meg kell változtatni, és az egész világ jóvá válik. Ez az, amiben hiányom van, ez az, amiről nekem beszélnem kell. Tehát amiről beszélek, ami hiányzik nekünk, az ez. Tehát hogyan mondhatnánk ezt másképp? Hogy el tudjuk ezt érni, ezért, ami megmaradt a számunkra, az az, hogy feltárjunk a felső gondviselést, és elmagyarázzuk a rendszert, hogy ez hogyan működik, legalább egy kicsit, a teremtő, megteremtett, teremtett lényeket, és egy csomó dolgot elrejtettek itt, van a Hamas, meg az összes többi dolog, tehát ezek mind, ezek az izolációnak a szintjei, hogy ami köztünk és a teremtő között van, és mind azért van, hogy ezen keresztül én fókuszálni legyek képes a helyes víziómra, a teremtő helyes megjelenésére. És amilyen mértékben én képes vagyok ezt a víziót, ezt a látásmódot a barátokon keresztül megélni, akkor mindent jóvá fogok látni, minden jóvá válik, és hogy pedig nem, akkor rosszá válni. Tehát minden attól függ, hogy mire fókuszálok. Ha az arra Hamaszra fókuszálok, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy nem arra fókuszálok, hogy minden jó, és ilyen módon a Hamasz hogyan válik, jó angyallá vagy rossz angyallá. És így válik. Tehát akkor ennek a szabálynak megfelelően mi a... Ez kapcsol. Tehát akkor mi a mi feladatunk a terjesztésben? Nyilván, hogy korrigáljátok magatokat, hogy a viszonossági szeretet ezt tudjatok kapcsolódni, és hogy felfedezzétek, hogy az összes ellenségünk valójában, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor megölel bennünket. Mert a teremtő úgy befolyásol bennünket, hogy rajtuk keresztül egyszerűen megéljük azt, hogy ezek csak külső edények, minden ellenségünk, amin keresztül korrigálni kell magunkat. Tulajdonképpen mi a Hamaszt korrigáljuk, és az embereket is korrigáljuk. Kérdeztek valamit a 10 fiatal tanulmányáról? Tehát kiderül, mondja a Jakokka, hogy miután mi elkezdtük ezt a bevezetőt, ez egy újfajta módon úgy tárul fel számunkra, mint hogy soha előtte nem. Azért elértünk egy állapotot, amikor ti valóban minden este terjesztetek, és képesek vagytok a világ nemzeteihez kapcsolódni, amire csak képesek vagytok, és ezért elértek egy állapotot, ahol fel tudjátok nyitni magatokat, mert a kabala terjesztésének a bölcsességének a terjesztése a nemzet számára az ilyen feltárást ad nektek. Tehát nyilvánvalóan van itt egy idő, amikor eljött az idő, hogy a helyzet kötelez bennünket, és ennek megfelelően... És ilyen módon fel tudjuk tárni egy új rétegét az Istennel való munkának. Oké, tehát akkor én akarok kérdezni valamit a mi munkánkról, a mi helyes munkánkról. Csak ebből a... Ugye, akkor ne csak ezt a fajta írást nézzétek, hanem az összes írását Rabosnak és Bálhászulámnak, mert azok rétegről rétegre feltárják ezt. Oké, mondják okkal. Tehát én azt akarom kérdezni, hogy mi a mi helyes munkánk annak érdekében,
A kapcsolat, semmi más. Kapcsolat. Csak mert a kapcsolat, hogy kimentek terjeszteni, és ezáltal a cselekedetet átviszitek, és ez csak azért lehetséges, mert a kapcsolaton belül vagytok. És ezen keresztül teret adtok a teremtőnek, hogy örömet tudjátok neki okozni. De erről van szó, és semmi más nincs ezen kívül. Ez ugyanaz az elv, amit több ezer év óta használtunk Ábrahám óta, ugyanez az elv marad, és Isten mentsen, hogy másképp cselekedjünk. Szeress fel barátod, mint önmagad. Ennyi. Ez a legfontosabb parancsolat. A te barátaid nyilvánvalóan ők a csoport először, utána pedig egy nagyobb kör lesz. Oké, na de akkor az a... Tehát azért tudja most olyan jobban feltárni számunkra ezt a kapcsolatot, mert jobban összekapcsolódunk. Nem, a legfontosabb dolog mondja az, hogy sokkal belsőbb kapcsolatot értek meg a körökkel, a külső körökkel, bocsánat, és az ő félelmüket érzitek, és én pedig érzem rajtatok keresztül, a terjesztéseteken keresztül érzem ugyanezt a félelmet, mert ők félnek, és a félelmük egy még korrektebb formába fogja őket taszítani. És érezni kezd, ez egy félelem a gondviseléstől, a gondviselés hiányától, attól, hogy el vagyunk választva, és az nemzet és a nemzet tagjai azok fáradtak, apotetikusak, kiszáradtak, különböző módon leváltak egymástól. Az emberek elkezdtek érezni egyfajta önkritikát ez irányába, vagy ez irányba, és ez az, ami felébreszte a nemzetet. És ez elegendő ahhoz, hogy kijelentessük, hogy a háború volt az, ami felveszett bennünket. Na, de ez nagyon szomorú, hogy csak a háború tud bennünket összekapcsolni, csak ezen keresztül érezhetjük egymást. Vagy valóban képesek vagyunk ezt akkor sem megtenni, amikor már nem lőnek. Mivel ez a meleg hozzáállás, amit a csoportban megéltek a háború alatt is, az eresztelje föltette ezt a kérdést. És akkor, ha jól csináljátok, akkor az emberek megkérdezik, hogy miért kell ez egy háború, hogy én itt jól érezzem magam. És hogyha még ezt a fajta hétköznapiságot kell most már megélnünk, és nem a háborút, akkor is a nemzetnek éreznie kell, hogy mi van bennünk. És nyilván az egész világ számára föl kell tárnunk, hogy mi van bennünk. Hogy hogyan tudunk a zsidókkal együttműködni, hogyha Izraellel nem tudunk együttműködni. Tehát nyilvánvalóan az, hogy el tudjuk mondani a kapcsolatot, és azt elmondani, hogy a kapcsolat mértéke pedig attól függ, hogy mennyire, az igazság meg is attól függ, hogy mennyire kapcsolódunk össze, és nyilván itt vannak külső faktorok, amik pedig érdekes módon támogatják ezt, tehát nyilvánvalóan a rosszat abba kell hagyni érzékelni, és nekünk példaként kell ezeket megragadni, a terjesztésünkben, a felébresztésben, amennyire csak lehetséges, ugyanebben az állapotban kell lennünk, külső faktoroként kell ezt kezelni, és valóban a belső faktort és a külső faktort össze kell kapcsolni, a teremtőt. Tehát nekünk meg kell mutatni az embereknek a rendszert, és ellenőrizni kell azt, hogy elérik-e a kapcsolatot egymással, és a teremtő erejével, mert különben nincsen más megoldás, mondja Rav. Akkor mi itt az a fajta hozzáadás, amit mi tudunk megtenni? Tehát ön leírta azt, amit az emberek, a világ nemzetei óta tesznek, de mi az, amit mi tudunk hozzátenni annak érdekében, hogy tehát mit kell tennünk most? Pontosan most, mondja Rav. Föl kell gyorsítanunk a terjesztést, és nem szabad hagynunk, hogy pillanatos kiengedjük a kezünkből. Tehát nyilvánvalóan, hogy hallani akarták ezt. Tehát nekünk most másfajta módon kell ezt artikulálni, a terjesztésünket. Tehát pontosan erősnek kell lenni a terjesztésnek, annyira erősnek, hogy az emberek haladjanak előre, amennyire csak lehetséges, egy olyan állapothoz, ahol a kapcsolat a részvevőket megérinti érzelmileg, ahogy ez a veszély idején volt, mikor lőttek. Ez a mi célunk. Ez, és ez már, és
ez a probléma is, amit meg kell oldani, hogy hogyan tudjuk az embereket ebbe az érzésbe bejuttatni. Ebbe az impresszióba, benyomásba. Mivel a teremtő példákat állít elénk, tehát nekünk ezeket az érzelmeket el kell élni, amiket példánként látják, és ezek az elrejtések, és a Hamasz volt az, az Isten feltárta a számunkra újra, és hogyha a nemzet fölfedezze a kapcsolatot úgy, hogy ez a háború alatt volt, akkor ebben a mértékben, tehát amennyi erőfeszítést befektetünk mi és a nemzet is a kapcsolatba, akkor ebben a mértékben mi kiérdemeljük a feltárulást. Nyilván eddig a Hamas által az elrejtésben volt, aztán a feltárulásban, tehát, és általunk is ez így működött, az emberek az még jobban fognak akkor kötődni hozzánk. Ennek megfelelően az egész világ, tehát akkor az egész világ a mi edényünké válik, persze. Tehát honnan származik minden baj? Hát minden egyes baj abból származik, és csapás, hogy fölébresz az ember. És az, hogy ő egy... Tehát egy harsonát hallanak, ezt a szót nem ismertem. Egy harsonát hallanak az emberek. Tehát mindenki fél engem. Ugye a teljes tóra a szívünkben van, mondja a... Tehát ezt próbáltam mondani. Tehát higgyetek nekem, mondja a... Hogy ti képesek vagytok erre? És nem azért, mert én leckéket tartok, hanem minden egyetlen egy dologtól függ, hogy a helyes helyen mennyit fektettek be. Hát nézzétek meg, amit le van írva. Hát mit tanítok nektek, és miért, mire való az én tanításom? Arra, hogy meg tudjátok vizsgálni azt a pontot, ahol be kell fektetnetek. Hát hogy mondjam? Ez hogy ahol a legértékesebb lehet a befektetés. Ebbe a pontba. És ennyi. A ti erőtök, a ti vágyatok, a ti erőfeszítéseitek, a ti gondolataitok. Az abban nyilvánul meg, hogy hol kell befektetnem. Ez az a pont, amit meg kell vizsgálnom. Oké, na akkor önnek... Mit jelent az, hogy amit úgy hívunk, hogy tanítvány? Mit szeretne, hogyha a tanítvány mit fektetne be? Hát, aki tanulmányozza Rabast és Bálaszolámot, és az ki is tölti. Betölti, amit oda van írva. Tehát, amilyen közel lehet, közel kell kerülni a szövegekhez. Lényegtelen, mit értetek belőle. Nyilvánvalóan ehhez be kell fektetnünk a kapcsolatba, hogy megértsünk valamit is, tehát nyilván ez ennek hatékonynak kell lenni és elegendőnek, és mindig a szövegekbe kell befektetni. Ezen túlmenően, ha megteszed ezt, akkor tanítvány vagy. Tehát én magyaráztam már nektek sokat, hogy a szövegek milyenek, és ezt magatoknak kell utána megragadni. Tehát én csak egy segítség vagyok a számotokra. De lehetetlen magunk által látni. Hát ezért van egy csoportot, és ezért van így vagyok én itt. Hát mit tudunk tenni? Így működünk, magyarabb. Azonban. De ugyanakkor nem igaz, amit mondasz, mert hogyha magad is olvasgathatsz, mondjuk, tehát mondjuk a szabad akaratot, az árbutot, másfajta cikkeket. Vannak ravas cikkek a csoportról. Meg fogod érteni őket. És azt is meg fogod érteni, hogy az egyetlen cselekedet, amit tenni kell, az összekapcsolódás. És aki az út, és ha megteszed, akkor az úton, vagy ha nem teszed, meg nem vagy az úton, mondja. Tehát végső soron minden azért működik, hogy egy kicsit jobban győzködjünk titeket, hogy ott legyetek
Hát lehet, hogy már 10 évvel ezelőtt mondtam, hogy 20 évvel, hogy befejezzétek, lehet, hogy 10 évvel is fejezzétek, magyarok. De mit jelent az, hogy önt helyes módon halljuk, mondja Jakokka? Hogy azt halljuk, amit ön mond? Hát ez egy spirituális lényeg, ez a hallás, egy spirituális dolog. Tehát aki képes az én célra való irányultsághoz kapcsolódni, nyilván attól függően, hogy mennyire veszitek figyelembe, amit mondok. Azaz, az én fontosságomat a te szemetekben mennyire emelitek föl. Mert ez nyilván összefügg a csoportnak a fontosságával, amiről beszéltünk, hogy mennyit beszéltek erről, mennyire befolyásoljátok egymást, és akkor a spiritualitás az megjelenik ebben a belső kapcsolatban. A legfontosabb dolog, hogy itt meghalljátok, hogy, és megértsétek, hogy mi történik, és mi fog történni. Tehát nyilván az én szellemiségemet, ha követjétek, akkor felfedjétek a szavaimat, és akkor ruha be ruha, tehát a szellemtől szellemre való kapcsolódás jelenti, ugye ez a kapcsolódás, de a tanulás az szájról szájra történt. Ez egy nagyon nehéz dolog. És saját tapasztalatomból mondhatom nektek, magyarabb. Oké, na de hogyan segíthetünk egymásnak abban, hogy előre haladjunk egy sokkal helyesebb munkához önnel együtt? Ez a fiúkkal lehet együtt. Hol vagyunk, magyarabb? 52-es pont. 52-es pont. Elrejtés az elrejtésen belül azt jelenti, hogy még a hátulja is el van rejtve a teremtőnek, és ennek egyébképpen nem hisznek sem a jutalomban, sem a büntetésben, és az ő bűneik úgy tekintetők, mint a bűnösök bűnei, tehát ők teljes gonosznak tekintetők, mivel ők rebellisek, akik nem hisznek a teremtőben, hogy ez a gondoskodik a teremtményről, és ők bárványimádokká válnak, ahogy írva van, ők idegen istenekhez fordulnak. Igen, magyarabb. Oké, 53-as. Tudnunk kell, hogy ennek a munkának a teljes lényege, a megtartása, a parancsolatok és a tóros parancsolatok megtartása azáltal, hogy választásokat teszünk a felül említett két említett elrejtésében a felső gondviselésének, és ahogy Ben-Ha-Ha mondta, ebben az időben a jutalom a fájdalommal arányos. És mivel az ő gondviselése az nincs feltárulva, ezért lehetett őt látni, csak ha az arca van elrejtve, akkor hátulról láthatjuk, azaz, mintha valaki hátulról látna a barátját, és akkor talán bajban is van, és azt gondolja, hogy ez nem a barátja. És ezen a módon az ember mindig kieshet abból a választásból, hogy megtartja a teremtő akaratát, vagy megtöri azt. És mindez azért van, mert a bajok és a fájdalmak, amiket elszenved az ember, azt az embert kétségesé teszik, elbizonyítják a teremtő gondviselésének bevaló hittől, és miközben az első okban, az első fajta módon az, hogy ebben elbizonyítanodik, ez hibának tekinthető, a másodikban, a kettős elrejtésben ez bűn. És minden esetben, mindkét esetben hatalmas fájdalmat és érez az ember, és munkát kell végeznie, és az írás azt mondja erről, hogy bármi, amit teszel, azt kéz a kézben tedd, mert különben nem kapsz megerősítést. És az is jelenti, hogy semmi nem garantálja az arc feltárulását, és az ő jóságának a megismerését, ha nem érti meg az ember, hogy a jutalom az mindig a fájdalommal arányos. Moti. Nem tudjuk melyik, de majd mindjárt megnézzük. Tehát pontosan most, amikor mi a terjesztéssel foglalkozunk sokat, megfelelően annak a... Tehát a jutalomnak a büntetésről beszélünk, akkor el tudnám mondani, mit jelent az a fajta munka, ami fájdalomhoz vezet. Tehát nyilvánvalóan mi van a vágyak ellenében,
Ez nem erőfeszítés, amiről te beszélsz. Az erőfeszítés az a kapcsolatra vonatkozik mindig a csoportban. Amikor együtt dolgoztok, tehát amit tudtok tenni, az az, hogy nektek mindig a kapcsolatra kell irányulnotok. Tehát terjesztetek, tegnap is terjesztetek, aztán visszajöttök, fáradtak vagytok. Hát látjátok, mindenkin, hát mindenki látjátok, hogy ki az, aki terjesztett tegnap este, vagy nem. Nyilvánvalóan a szellemiségének megfelelően, és a fáradtság szintjének megfelelően. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy ez nem arról szól, hogy mennyire terjesztettél, hanem hogy tudtál összekapcsolni, mennyire tudtál összekapcsolni, mennyi erőfeszítést tettél a kapcsolatra. És ez az erőfeszítés, tulajdonképpen a terjesztés, az nem más, mint a külső világgal való erőfeszítés. Tehát a külső aviutóságon, külső resimókat szerzel meg a terjesztésben. Tehát amit hallottok, ilyen kifogásvírusok, tehát ezt behozzátok a csoportba. Ha nem is mondtak semmit, akkor is lehet érezni rajtatok. És akkor ezeket a vírusokat, amiket a külső emberek jutatnak be a csoportba rajtatok keresztül, ezt kizárólag az erőteljesebb belső kapcsolattal korrigatjátok a csoportban. Tehát reggel, ti ben vagytok a csoportban, mondja, kimentek este terjeszteni, külső terjesztést csináltok, szép, jó nagy munkát csináltok, összekapcsoltok másokkal, megpróbáltok belefoglaltatni a többiekbe, a nagy közönségbe, a hiányukba, a bűneikbe, tehát mindenbe. És akkor ezt visszahozzátok másnap reggel a csoportba, és akkor ti magatok, ahogy tegnap belemerültetek a tömegben, és önmagatokat utána pedig átemelitek a csoportba, és amikor a csoportban korrigáljátok azokat a vágyakat, amiket behoztok a tömegektől, és ez jelenti azt, hogy ti megtisztítjátok a tömegek vágyát, és amikor kimentek kívülre terjeszteni, akkor az összes bajokat, problémákat magatokkal hozzátok, amik az ő gondolataik, a negatív gondolataik, mindenféle dolgok, ami a Hamászból, meg mindenféle egy dologból jön, az összes problémájuk az Obamától kezdve az Atya Úristenig, mondja, tehát, hogy ezek mind minden miatt rosszul érzik magukat, és ezért másra vágynak, és akkor eljöttök a csoportba ezzel a rengeteg vágyjal, és tudjátok, hogy ők mit akarnak, nyilván, hogy mit akartok a csoportól, hogy igazolja a Teremtőt a számotokra, és hogy mindent, ami bennetek van, ami bennetek korrigátlan ego, az korrigálja a csoport, nyilvánvalóan egy másfajta szinten. És akkor ti eljuttok oda, hogy valóban képesek vagytok korrigálni bármit. És akkor majd újra kimentek. És akkor ez a dolog, ez a ki be. Tehát, hogy kívül elnyeltek valamit, és itt pedig korrigáljátok, tehát itt feltöltöttök, ezáltal, mondja Rav, ezáltal a mozgással korrigáljátok a tömegeket. Ők nem tudják korrigálni magukat, nem tudják, mondja Rav, még ez soha. Soha. Az egyetlen dolog, amit tudnak, hogy közelebb kerüljenek hozzátok. Ez az egyetlen dolog, amire föl vannak készítve. Tehát egyetlen egy dolgot tudnak tenni, közelebb mennek hozzátok, mint egy kisgyerek, mint egy csecsemő, ők pedig nem tudom más tenni. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokan hozzánk is csatlakoznak, de a legtöbb az így, ahogy most itt leírtam. Oké, na de akkor visszatérve erre a formázásra, itt te egyfajta mintát kaptok. Amikor idejöttök, akkor megtisztítjátok magatokat a mikvéjel, tehát az azt jelenti, hogy van egy közösség, egy csoport, amely pontosan ezt a fajta külső gondolatokat tisztítja meg benneteket, tehát, és ezáltal megerősítek a kapcsolatokat egymással. Itt, egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy pontosan ebben a csoportban van a Teremtő egyre jobban, és akkor a külső emberek, akiket ilyen módon korrigáltok,
take their deficiencies, their mistakes, amikor az Ahabon keresztül korrigáljátok ugye a ti csoportotokat, ugye? És amikor kimentek terjeszteni, akkor elcsípitek az ő vágyaikat, fölemelitek, és akkor ők ezt a gondoskodást a vágyaikra tőletek kapjátok meg. És akkor az emberek okosabbá válnak, még szofisztikáltabbá, még korrigáltabbá, és akkor a ti korrekciótok egyre jobban tudatossá válik. És akkor ez a fajta előrehaladás, ez azt jelenti, hogy ti átmenetbe kerültök, és valóban korrigáltá váltok, és akkor részt vesztek a korrekcióban, amennyire csak lehetséges. És ilyen módon minden egyes alkalommal egyre és jobban, egyre mélyebben korrigálottok. Ez a folyamat valami, amit tennünk kell, itt le van írva, az órunk előtt van mindez. Tehát mi nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, de ez itt van. Oké, na de ön mondta, hogy itt van a terjesztésen túlmenő egy más dolog is, ami értékes. Tehát én, de akkor mi ez a kiegészítő értékesség? Nem, a terjesztés a legfontosabb, hogy ez nem a hétköznapi terjesztésről van szó, hogy nem mi ember hall a kabaláról, nem erről beszélünk. A terjesztés, mondja Rav, az, hogy beléjük injektáljátok a helyes érzékű különbözeteket, a helyes edényeket. Mert miközben ti veszitek ezeket a korrigátlan dolgokat tőlük, és korrigáljátok, amikor bele vagytok foglaltatva ebbe, és akkor korrigáltok a csoporton belül, felemeljétek az ápot, a saját gálgáltatóan álmiatokhoz, akkor korrigáljátok őket a csoportban, a teremtővel együtt, és később pedig ezt szétszórjátok közöttük. Tehát ez azt jelenti, hogy ők még korrigáltabbá válnak, még spirituálisabbá válnak, valóban. Tehát nekünk fel kell fedezni ezeket a dolgokat működés közben. Tehát, és akkor elkezdjük érezni azt is, hogy mi az eredménye. Tehát, még miért és ez még akkor is igaz, miért átmennénk a maximumon, mondom nektek. Tehát ezek a dolgok itt vannak az órunk előtt, csak mi nem tudjuk őket felfedezni. Valóban éreznünk kell, és ez a gálgátra náim, ez pedig az ahab. Tehát ez azt jelenti, hogy nem igazán érezzük, és cselekedetben feltárjuk, hanem érzékelésben kell az érzelmeinken keresztül megragadni. Marik fog kérdezni. Ho! Egy barát kap valamilyen fajta csapás, hogy eltérje, és ez kiüti őt a keretmunkába, akkor mit kell tenni a csoportnak? Én nem hiszem, hogy a teremtő egy embert olyan fajta zavarba taszít, amiben csak a csapás mellett abba adja a munkát, a keretmunkát. Ezt én nem hiszem, mondja. Hát lehetnek különleges események, hogy valamit korrigálnunk kell valahol, Alaszkában, vagy bárhol, vagy Ausztráliában. Én nem tudom, mondja, valami távoli helyen, és akkor elmegy oda korrigálódni, hát ezt, mert csak ott lehet. Hát az, hogy átköltözik valaki egy új helyre, tehát most, hogy állába fölmegy valaki éjszakra, azt megértem, mert ott, mit tudom, jobban dolgozik. De hogy lehet ezt itt hagyni? Hát hogy lehet a kabalát itt hagyni, magyarul? És visszatértek állatnak? Bebújtok a kutyaholba, hát nincsen nagyobb büntetés, nincsen nagyobb büntetés ennél, mint az, hogy leváltok a teremtőről. A teremtett lény, amikor leválok a teremtőtől, ezek természetes módon megtörténhetnek, de hogy én még akarjam is ezt mondja, hát ezt nem is értem. Oké, mondja Marik, de hogyha a Hamaszt veszük, akkor az egész Hamaszt úgy kell látnunk, hogy a teremtővel való kapcsolat, és ezenken keresztül nem mondja, itt nincs parancsolat. Tehát nincs olyan dolog, hogy a zavarokat hozza el a parancsolat, nem. Tehát ez úgy működik, hogy én, nekem Ádám már akar korrigálni minden, és de ezek különböző eszközök.
az eszközök felülről jönnek, és amikor a reformáló fény felébred, akkor resimók jelennek meg, és a resimók pedig kibomlanak. Mit jelent az, hogy elvinne a tömegeknek a vágyát a csoporthoz? Bele vagy foglaltatva az ő vágyukba, nem? Bele vagy foglaltatva. Tehát terjesztés után visszajössz, bármi is történt kint, te bele vagy foglaltatva ebbe a csoportba, és ha visszatértek, és megpróbáltak egyesülni a csoportban, akkor az ő kapcsolatok az nem olyan lesz, mint előtte, hanem erősebb, és ez elegendő is. A legfontosabb dolog, hogy a kapcsolaton gondolkodjanak. Most lényegtelen, hogy mi az, amit nem tudnak ragadni ott. Tehát eleget tudnak megragadni, ahhoz, hogy érezzenek. Ez az, amit Mari kérdezett. Tehát amire gondolnotok kell, az a cél, a kapcsolat a teremtővel, és a teremtővel való feltárulással. És akkor tetszik, vagy nem tetszik, át kell mennünk a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt. העולם נברא לטיב לנבראים כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה בסביבה ובכך להשיג השתרבות הצורה